szőlőközben tartották az óbudai szaléziak a Szalézi udvar elnevezésű családi játék délután. Kifejezetten célunk, hogy megismertessük magunkat, megszólítsuk olyan családokat, akik bár itt laknak, de talán még nem ismernek minket. Azután, hogy megszólítottuk őket, reméljük azt is, hogy talán érdekessé válunk számukra, és el fognak jönni más programjainkra is, mint az évközi, talán kevésbé látványos programokra, hanem mint például foci edzéstől kezdve családos közösség, vacsoráztatás, amit az önkormányzat támogat, és így tovább. Volt kézműves foglalkozás, csocsóasztal, bazárjáték, foci. A felnőttek beszélgethettek afrikai misszionáriussal és autista gyermeket nevelő családdal is. Szalézi udvar, és olyan hely, ahol lehet imádkozni is. Ahol lehet találkozni a másokkal is. Találkozni lehet a felnőttekkel, gyerekekkel, idősekkel, mindenkivel lehet találkozni, szorban lehet állni másokkal, és magunkkal is lehet találkozni, önmagunkkal is lehet találkozni. És végén ilyen módon is lehet találkozni az Istennel is. Boszkó Szent János, olasz katolikus pap, 1859-ben alapította a Szalézi rendet Torinóban, főként az elhagyott és szegény ifjak nevelésére. A Szalézi Társaság apostoli célja az ifjúság oktatása és nevelése iskolákban, szakiskolákban és különféle ifjúsági intézményekben. Az óbudai szalésziak a Bécsi út 175 szám alatt találhatóak a Szent Margit kórházzal szemben. Mindenkit szeretettel várnak programjaikra.